számomra megtisztelő jelzőt, miszerint talán említésre méltó hagyománykövetőként lehet bennünket tekinteni. Azok az eredmények, amelyeket most szeretnék önöknek bemutatni, sajnos újabb képem nincs a csoportról, de egy elég népes társaság közös eredményei, és ezek az eredmények tulajdonképpen arról az időszakról szólnak, ami a legutóbbi néhány évben zajlott a csoport életében. Amikor elkezdtem gondolkozni ezen az előadáson, akkor megnéztem a Krompeher professzor úrnak a PubMed-en elérhető cikkeinek a megjelenési időpontját, és elgondolkodott az, hogy nekem már két Nature cikke volt akkor, amikor én még meg sem születtem, pedig egyáltalán nem vagyok fiatal. Tehát ezeknek a cikkeknek az egy része tulajdonképpen ezzel a mechanikai ingerrel kapcsolatos forcváltozások tekintetében született. És hát összefoglalva, amit mi gondolunk jelen pillanatban a pulzsrejtek mechanoszenzitivitásáról, próbálnék néhány gondolatot és eredményt közvetíteni. Itt már ugye sok szó hangzott arról, hogy az optimális mechanikai terhelés jótékony hatással van a porcszövetnek a felépítésére, míg mind gyakorlati tapasztalatok, mind pedig bemutatott kísérleti eredmények is alátámasztják azt, hogy ha túlzottan intenzív mechanikai teher éri a porcot, akkor egy idő után degenerációnak indul. Ugyanakkor azt is hozzátehetjük, hogy nagymértékű folyadék mozgások történnek a porcszöveten belül, amikor mechanikai teher éri a porcszövetet, ugyanis az ízületi porcnak nincs olyan kötőszövetes boríték, amely megakadályozhatná azt, hogy a magasan hidratált porcszövetből a folyadék a nyomóerők hatására kikerüljön az ízület üregébe, de szerencsés körülmények között aztán ez a folyadék vissza is jut. De minden esetre tehát folyadékmozgás és ennek kapcsán ozmotikus változások is zajlanak a porcon belül, és összességében azt mondhatjuk, hogy ez a mechanikai terhelés befolyásolja a porcszövet metabolizmusát is, vagyis valamilyen módon a porcsejtek képesek arra, hogy érzékeljék az őket ért mechanikai hatásokat. És tulajdonképpen a kérdés feltevésünk az lenne, hogy a porcsejtek vajon hogyan képesek reagálni az őket ért mechanikai ingerekre. Ez az ábra ugye csak azt hivatott szemléltetni, hogy a túlzott terhelés a porcszövetben degenerációt okoz. Arról ugye sokat hallottunk, hogy ez a degeneratív hatás a mechanikai ingerek részéről hogyan érinti a felnőtt porcszövetet. Annak viszont nincs túlzottan hosszú tudományos hagyománya, hogy vajon mi történik az ízületi porc kialakulása során a porc felszín fejlődésével, ha az embrió testének mozgásai elmaradnak. Néhány évvel ezelőtt megjelent egy közlemény, abban az internetes, ugye szabadon hozzáférhető anyagokat tartalmazó újságban, amely mindenféle tudomány szakok felől számos közleményt publikál évente, és ez az egyik közlemény, illetve még néhány arról szól, hogy abban az esetben, ha például csirke embriókat a tojáson belül olyan anyaggal kezelnek, amelynek nyomán az embrió mozgásai korlátozottak, tehát gyakorlatilag paralízist okoznak az embriónál, akkor elmarad az ízületi porc kialakulása, sőt tulajdonképpen az egész ízület alakjának a képzése is teljesen defektusos lesz. És ezeket az eredményeket sikerült reprodukálni emlős embriók esetén is. Tehát összességében elmondhatjuk azt, hogy nem csak a felnőtt ízületi porc, hanem maga a keletkező ízületi porc is igényli azt, hogy mechanikai terhelésnek legyen kitéve az embrionális élet során az a térség, ahol ez a porcszövet megjelenik. A laboratóriumunkban egy hosszú évtizedekre visszatekintő porcosodó modellt felhasználva próbáltuk a mechanikai ingernek a hatásait vizsgálni a porcszövet keletkezésére. Ez az úgynevezett high density sejtkultúra, vagy micromass sejtkultúra, amelynek az a lényege, hogy embriók végtagtelepeit, jelen esetben csirkeembrióról van szó, de ez lehetséges ugye egérembriók esetében is, egy megfelelő időpontban eltávolítva, amikor abban már porcképzésre
képes sejtek vannak jelen, akkor ezeket a sejteket izolálni lehet, és hogyha nagy sejtdenzitásban tenyésztjük őket, akkor ezek a sejtkultúrák spontán néhány nap alatt jelentős mennyiségű porcot képeznek. Ezeken a kultúrákon belül a porcdifferenciáció dominánsan a második, harmadik tenyésztési napon zajlik. Tehát végsősorban ez az egyszerűen leképezhető és megújítható modell egy kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy bármilyen intervenciót alkalmazzunk a porcképződés során, főként abban az időpontban, amikor a porcsejtek differenciálódnak. Magának a modellnek a jól hatóságát az is alátámasztja, hogy azok a folyamatok, amelyek a high density sejtkultúrákban zajlanak, teljesen megegyeznek a fiziológiás intraembrionális porcképződés lépéseivel, hiszen a kondrogenikus nyúlványos sejtek először osztódnak, majd kis porcsejt csomócskákat képeznek, ez zajlik az első két napon. Majd ezekben a porcsejt csomókban dominánsan a sejt-sejt kapcsolatok, illetve hát még fel nem derített jelenségek okán végül a porcsejtek a harmadik tenyésztési napra elköteleződnek, kerekdett sejtekké válnak, és megkezdik a porc szövetre jellemző extracelluláris mátrix termelését. Ráadásul ez a porcképzés nagyon könnyen monitorozható, egyszerű festési eljárásokkal, metakromáziás festést alkalmazva lehet látni, hogy mennyi porc keletkezik egy adott porc kultúrában. Ebben a modellben vizsgáljuk tehát a mechanikai terhelésnek a porcképződésre gyakorolt hatását, és erre a terveztünk a laborban egy készüléket, amit először az ortopédiai klinikának a biomechanikai laborjában csináltak meg nekünk. Aztán ennek a készülőknek egy kicsit tovább fejlesztett, de még mindig meglehetősen ugye manufakturális, házilagos kinézetű verziója egy kisebb cég, a Medicorrect BT segítségével került előállításra. Ez a készülék azt tudja, hogy egy hatlyukú tenyésztő plétbe helyezünk sejteket, és ezek itt a plétnek az alján növekszenek, akkor az itt látható korong alakú talpacskáknak a felmozgásával hidrosztatikai nyomást és folyadékáramlást lehet generálni percenként néhány alkalommal, de végül is a ritmus az tetszőlegesen választható, amely mechanikai ingerek befolyásolják a plétben növekvő sejteket. Abban a szerencsében volt részünk, hogy támogatást kaptunk arra, hogy ebből a elég házilagos kinézetű készülékből egy piacképes verzió kerüljön előállításra, és ezzel a céggel, illetve egy szoftverfejlesztő céggel együtt kaptuk ezt a támogatást, mint az egyetem képviselői. Most ennek a készüléknek, tehát mondjuk úgy, hogy az őstípus, a prototípus felhasználásával már sikerült is eredményeket publikálnunk. Ezek az eredmények egyrészt azt támasztják alá, hogy a második, harmadik napon, abban az esetben, ha mindössze csak 30 percig stimuláljuk a sejteket percenként 3-4 lefelmozgásával ezeknek a talpacskáknak, akkor szóval több porcot láttunk a végén, amikor a hatodik napon megnéztük a sejtjeinket, és az is megfigyelhető volt, hogy molekuláris szinten a porcképződés intenzitás növekedés, a porcképződés szabályzó transzkripciós faktornak a foszforilációja, az expressziója, aztán a legjellemzőbb porcmátrix proteoglikánnak, az agregánnak a mennyisége, illetve a hialuronsavar szintetizáló enzimek fehérje mennyisége is megnövekedett. Ami figyelemre méltó az az, hogy a sejtek osztódó képességét azonban ez a mechanikai inger jelentős mértékben rontotta. Megpróbáltuk megfogni azt, hogy milyen intracelluláris történések lehetnek ennek a jelenségnek a hátterében, és két közismerten a porcképződésben fontos szerepet játszó jelátviteli molekulát, az egyik a proteinkináz A, a másik pedig egy régebbi kutatásainkból kedves alanyunk, egy protein foszfatáz molekulának a működését és befolyásolja. Tehát ez lenne az intracelluláris történés. De ez ugye meglehetősen kevés, hiszen a mechanikai inger mégiscsak kívülről érkezik, tehát jó lenne annak is utána járni, hogy a külvilágból
hogyan kerül át a mechanikai inger a sejtek belsejébe, és milyen módon képes változásokat okozni az intracelluláris metabolikus történésekben. A mi kutatási irányvonalunkban leginkább a plazmamembrán ion csatornáinak és a mechanikai ingernek az összefüggése illik, úgyhogy azokat az eredményeket szeretném most bemutatni, amit a közelmúltban ennek kapcsán értünk el. Az előbbi sémát, hogyha követjük, akkor azt mondhatjuk még el, hogy számos közleményünk alapján megállapítottuk azt, hogy a porzdifferenciáció során a porzsejteken belül jelentős kálciumkoncentráció változások zajlanak, amelyek karakterisztikusak és elengedhetetlenek a porzsejtek differenciációjához. Ez a kálciumkoncentráció változás mindenképpen szabályozó szerepet tölt be. Itt Matta Csabát láthatjuk, aki jelen pillanatban egy külföldi tanulmányúton tartózkodik. Az ő kísérletei nyomán több publikációnk született, amelyekben a plazmamembrán kálcium permeábilis csatornái közül néhányat azonosítottunk, mint a porzképződésben fontosakat. Itt láthatjuk azokat a csatornákat, amelyeket mi is vizsgáltunk. Egy-kettőről részletesen is fogok szólni néhány percen belül. Az ízületi porzban azt is figyelembe kell, hogy vegyük, hogy az ízület mozgásai során nem csak nyomóerő hat a porzsejtekre, hanem kimutatták azt, hogy mondjuk egy néhány kilométeres futást követően az ízületi porzon belül többfokos hőmérséklet emelkedés tapasztalható a fiziológiai értékhez képest, akár 40 fok környékére is felmehet a porznak a hőmérséklete, illetve, mint említettem, a nyomóerők okán a folyadék mozgás, illetve ozmotikus nyomásváltozás is bekövetkezik a porzszöveten belül. Az egyik olyan plazmaembrán ioncsatorna féleség, amelyek ilyen sokféle külső inger felvételére képesek, ezek az úgynevezett tranziens receptor potenciál családba tartozó plazmaembrán csatornák. Közelebbről onnan lehet őket ismerni, hogy a különböző fűszerek ízének a közvetítéséért is ezeket a csatornákat teszik felelőssé. Nyilván itt az ízlelő bimbók receptor sejtjéről van szó, és nem a porzsejtről. De ezek a csatornák jellemzően nagyfokú hőmérséklet függést mutatnak az aktiválódásukat tekintve. Tehát az egyik, mondjuk úgy, hogy optimális jelölt család egy ízületi porzon belül ebbe a kategóriába tartozó receptorcsalád. Sikerült azonosítani több ebbe a csoportba tartozó ioncsatorna féleségnek az expresszióját, és egy egészen friss eredmény az, amikor Csilla a porzsejteket ezzel a mechanikai ingerlő készülékkel stimulálta, és azt találta, hogy a mechanikai ingerlést követően, hát nem ezt vártuk, de minden esetre ezt kaptuk, van egy csatorna, ami válaszol, ez pedig a 3-as típusú, vagy a TRPV3 nevezetű csatorna. Hát mi jobban szerettük volna, hogyha az 1-es vagy a 4-es szintje emelkedett volna meg, de hát a biológiai rendszerek már csak ilyenek, hogy az ember gondol valamit, aztán kap egy választ, amit utána meg megpróbálhat értelmezni. A következő csatorna szintén egy kálcium csatorna, és az idegsejtekből jól ismert, az úgynevezett NMDA típusú glutamát receptorról van szó. Ezzel a csatornával viszonylag hosszú ideig foglalkoztunk, ebből most csak ebből az eredményhalmazból egyetlen egyet szeretnék kiemelni, hogy amikor hasonló módon stimuláltuk a csirke porzsejteket, akkor azt láthattuk, hogy a mechanikailag ingerelt sejtekben bár expressziós RNS szinten viszonylag csekély változást láttunk, ugyanakkor egy tetemes, fehérje szintű mozgás volt megfigyelhető az NMDA egyik alegységének az expresszióját tekintve. Illetve ami még izgalmasabbnak tűnik, az az, hogy a csatorna fehérjének az elhelyezkedése a sejt membránban megváltozott a mechanikai ingerlés hatására. Egyfajta, úgy szoktuk ezt mondani, hogy klaszter képződés jött létre, tehát nem csak fehérje szintű emelkedést, hanem valószínűleg szintű mechanikai ingertől függő receptor funkciót is sikerült találnunk. Tehát ez is egy olyan csatorna lehet, amely szerepet játszhat a mechanikai ingereknek a sejtbe való közvetítésében. És az egyik legújabb fixa ideánk az elsődleges cíliumoknak a vizsgálata.
erre még viszonylag kevés eredményünk van, holott ezekről a sejt nyúlványokról, amely egyébként a nem osztódó sejtek jellegzetes nyúlványa, és sajátos intracilliáris cíliumon belüli transportrendszere is van, valamint a felszínéhez különböző kálciumra permeábilis csatornák kötöttek. Nos, erről a cíliumról régóta tudják, hogy például a vese tubulusaiban a folyadékáramlás érzékelésében rendkívül fontos szerepet játszik. Tehát a továbbiakban arra nézve szeretnék néhány eredményt bemutatni, hogy vajon az elsődleges cílium a mi rendszerünkben kimutatható-e, illetve játszhat-e szerepet a mechanikai ingerek sejtekbe való bejuttatásában, mint átvivő struktúra. És Dobrosi Nóra találta azt, hogy a csirke porszsejtekben, ha végigkövetjük a tenyésztés során a porszsejtekben a cíliumra specifikus fehérjék expresszióját, egyrészt RNS, másrészt pedig fehérje szinten, akkor úgy tűnik, hogy a cíliumok jelen vannak, legalábbis azok a fehérjék kifejeződnek a porszsejtekben, amelyek a cílium jelenlétét egyértelműen igazolni látszanak. Illetve jelátvételi szinten olyan molekulákat sikerült kimutatni, ez egy furcsa nevű sejten kívül ható morfogénként viselkedő társadalmaknak az a neve, hogy sündisznót, ez a hedgehog-féle fehérjék. Kifejezetten az elsődleges cíliumhoz köthető a jelátvitelüknek egyik aspektusa, és valamennyi a cíliumhoz köthető fehérje esetében, illetve a sejten belül válaszoló transzkripciós faktoraik esetében a mechanikai inger befolyásolja, mégpedig sajátos módon egyeseknek az expresszióját megemeli, másokért pedig lecsökkenti, és ezek a vizsgálatok is azt mutatják, hogy érdemes lesz a cíliummal foglalkoznunk, és egyéb irányokból is megközelíteni a cíliumok működését a mechanotranszdukció során. Összességében tehát abban szeretném összefoglalni ezeket a felvillantott eredményeket, hogy az optimálisan megtervezett mechanikai stimulációval a porcképződést, embrionális porcképződést is lehet serkenteni. Ennek ugye az lehet az egyik, mondjuk úgy, hogy üzenete, hogy abban az esetben, ha differenciálatlan mezenhimális, mondjuk csontvelői sejteket alkalmazunk porcregenerációs technikákban, akkor ugye ezektől a sejtektől azt várjuk, hogy belőlük porcsejtek legyenek azon annak a defektusnak a helyén, ahol szeretnénk elérni a porc szövet keletkezését. Nos, a optimálisan megtervezett mechanikai stimulációja ezeknek a sejteknek hozzásegíthet esetleg bennünket, bár ugye mi nekünk ezt nem sikerült még igazolnunk, de szándékunkban van, ahhoz, hogy valóban porcot nyerjünk belőle, mármint ezekből a sejtekből. Illetve a másik üzenete a kísérleteinknek az, hogy a fejlődő porcsejtek olyan a plazmamembránhoz köthető struktúrákat, és ugye nem csak a csatornákról, hanem a cíliumról is beszélek, kifejeznek, amelyek lehetővé teszik azokat a molekulális mechanizmusokat, amelyek a sejten kívüli mechanikai ingereket a sejt belsejébe közvetítik. És hát ezeknek az eredményeknek a megvalósításában számos kollaborációs partnerrel dolgoztunk együtt. Itt most nem részletezném, hogy kikről van szó, de azért mindenképpen szerettem volna bemutatni, hogy nagyon sok embernek az eredménye, amit itt láthattunk, még a labor dolgozóin kívül is. És hát önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet.